pedagógusoknak igazuk van, hogy ők is bérrendezést akarnak. 2022. január 1-től 10%-kal megemelik a pedagógusok fizetését. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be. A Bonyhádi Széchenyi István általános iskola tanítója azt mondja, feltétlenül fontos lenne a béremelés, ugyanis az intézményben azt tapasztalják, hogy egyre nehezebben találnak új kollégákat. Úgy látja, a magasabb fizetés jobban motiválná a fiatalokat. A pályakezdők részére is, és a mostani kollégáim részéről is azt gondolom, hogy ez egy biztató jel, hogy talán lesz folytatása. Nagyon sok fórumon olvassuk és látjuk, hogy nagyon sokan foglalkoznak ezzel. Szeretnénk, hogyha ennek folytatása is lenne, mert igazán csak azt tudja, hogy mi munka van egy ilyen pályában, aki benne van, vagy a családjában van pedagógus, hogy ez nagyon fontos ennek a megbecsülése. Nem csak a pedagógusok számíthatnak magasabb bérre jövő évtől, a kormány megemeli az ápolónök fizetését 21%-kal, a bölcsődei, a szociális és a kulturális szférában dolgozókét pedig 20%-kal. Varga Dalma, a Bogyiszlói Művelődési Ház közművelődési szakembere, 3 éve vezeti egy személyben az intézményt, amelyhez egy könyvtár és egy tájház is tartozik. Egyébként egy nagyon szerethető szakma, amellett, hogy értéket közvetít, és hát nem egy unalmas szakma. Ugyan a Nemzeti Művelődési Intézet folyamatosan képzéseket szervez annak érdekében, hogy minél több közművelődési szakember kerüljön ki a munkaerőpiacra, talán majd ez egy kicsit nagyobb motiváció lesz. A kormányfő elmondta azt is, hogy amennyiben Magyarország gazdaságának teljesítménye a jövőben továbbra is jól halad, akkor 2023-ban nagyobb mértékben emelik majd meg a pedagógusi fizetéseket.